Jól esültél, baszki. Naptál minek van? Ha hülye vagy, három sörára, bazd meg. Globális felmelegedés meg az UV. Miért? Azért elég meleg volt ma is, nem? Mikor legyen melegen, most van nyár. De hát azt azért te is látod, hogy sokkal többször van kánikula, mint régebben. Ez csak jelent valamit. Ha most mit izélsz? Nemrég még március 15-én is hóvihar volt. Tudod, amikor át kellett ülni a másik kocsiba. Most hogy történhetne ilyesmi, ha tényleg globális felmelegedés lenne? Hát sehogy, ez csak duma. Azért dumának, hogy vegyél meg egy csomó drága cuccot. Legyen egy csomó napelem a tetődön, legyen villanyos szélerőművéd a Budi mellett a kert végébe. Vedd meg a 20 milliós villanyautódat a helyett, hogy vennéd a 8 milliós benzinest meg a dízelt. Az amerikai nyugdíjasok pont ezért költöznek Floridába. Csak most az egész világ olyan lesz, mint Florida. Nem kell annyit fűteni. Ahol meg elolvad a jégtakarót, meg lesz egy csomó szabad földterület. Lehet építkezni, lehet bányászni. Nem kell ettől parázni, inkább örülni kéne neki. Egyébként meg ne aggódja, szerintem még új kőolajmezőket is találnak, úgyhogy egy pár évig még nyugodtan kitolhatod a dízelnek a szemét. Kamu az egész klímahiszti. Semmi para. Nem sokára jön a következő jégkorszak. Az majd lehűti a földet. Sima ügy. Na de hát azért a felmelegedés meg a jégtakarók elolvadása azért az elég nagy gáz lenne. Á, össze-vissza dumának erről is arról is. Egyszer azt mondják, hogy szárazság lesz meg asszály, utána meg az, hogy el fog önteni mindent a víz. Legalább egyeztetnék le előtt, hogy miről akarnak beszélni. Megpróbálják megmondani, hogy milyen lesz az éghajlat a kontinensen, de azt nem tudják megmondani, hogy jövő hét kedden milyen idő lesz. Ára is esőt ígértek, de én mondtam, hogy menjünk le a strandra, aztán kinek tett igaza, ma ugye? Arról nem is beszélve, hogy amit javasolnak, az meg egyszerűen nem kivitelezhető. Persze, használj napelemet, vagy szélerőművet, ha-hú, és ha éjjel akarsz hűtőt használni, akkor hogyan lesz áramod? Szatján, söröd. Komolyan ez egy vicc ez a tudós társadalom. Hát az lehet, hogy globális felmelegedés az nincsen, de ez egy kis lokális felmelegedés, kis felvidulást azért elég jó megcsináltunk. Vagy ökoszorongás, korosztálytól független érzelem, ugyanakkor mértéke számtalan külső és belső egyéni tényezőtől, illetve személyes érintettségtől függ. Bizonyára egyetértenek velem abban, főleg ha az idei nyár hírfolyamát nézzük, hogy ne hallottunk volna valamilyen formában a szélsőséges időjárásról, a globális felmelegedésről, a hőhullámokról. Az idei tartós és erőteljes kánikula Európában mindenütt éreztette hatását. A horvát tengerparton például repülőgépekkel és a hadsereg bevonásával oltották a tüzet. A szorongás képes figyelmeztetni az egyént a veszélyre, és optimális esetben az érzelem arra motiválja az egyént, hogy az adott helyzetre megtalálja a megoldást, megküzdjön vele, illetve segíti a rugalmas alkalmazkodást. A szorongáshoz társuló tünetek egy bizonyos pontig adaptívak, és csak meghatározott körülmények között okoznak problémát. Zavarrá akkor válnak, amikor például a saját, szubjektív élmény hatására a veszély valósága eltorzul, és ez az érzelem gátolja a normál életvitelt. Zavart okoz a mindennapi teendők, illetve a munkahelyi feladatok ellátásában. Előadásom egyik kulcsszava a klímaszorongás. Mivel globálisan tapasztaljuk, hogy földünkön az egyre sűrűsödő időjárási szélsőségek veszélyeztetik az egészségünket, az életmódunkat, a megélhetésünket, gyermekeink jövőjét, ezért azt mondhatjuk,
hogy ebben a valós élethelyzetben a klímaszorongás egy racionális érzelem. A kutatók az elmúlt néhány évben kezdtek fókuszálni a klímaszorongás, az ökogyász témákra, jellemzően nagymintás, több ezer fős online attitűdvizsgálatokra vállalkozva. A klímaszorongáshoz több, olykor egymásnak ellentmondó érzelem is társul, mint például az aggodalom, a félelem, a kétségbeesés, bűntudat, szégyen, valamint az optimizmus, a nyugalom, illetve a remény. Az E-generáció tagjai a jelenleg 13-27 év közötti korosztály körében a legerősebb a félelem és a tehetetlenség érzése a klímaváltozással kapcsolatban. A 20-as éveikben járó fiatalok ugyanis megtapasztalták szüleiktől a fogyasztói társadalom kényelmét. Megtanulták a fogyasztáscentrikus gondolkodást, és elsajátították a saját, illetve a közvetlen családtagjaik boldogulását előtérbe helyező, kiszolgáló szemléletet. A nemzetközi kutatások eredményei szerint az E-generáció tagjai kifejezetten aggódnak a klímaváltozás miatt, és ez az érzelem a mindennapi életükre is negatív hatást gyakorol. Egy nagyon friss 2022-es hazai kutatás eredményei szerint a válaszadók 18%-a állandóan, 46%-a pedig gyakran megtapasztalja a klímaváltozás jeleit. Extrém hőséget, szárazságot, heves esőzéseket, áradásokat. A fiatalok a klímaváltozással kapcsolatban főként a félelmet és az aggodalmat, a tehetetlenség érzését, illetve a dühöt nevezték meg jellemző érzelemként. Ezek az érzelmek, főleg amíg tanulmányaikat folytató nőkre igazak. Minél alacsonyabb az iskolai végzettség, annál inkább jellemző az egyénre a klímaszorongás. A hazai válaszadók ötöde, mintegy 20%-a kifejezetten pesszimista azzal kapcsolatban, hogy sikerül-e jelentősen lassítani, elkerülni a klímaválságot. További 31% is inkább nem bízik benne. Thank you.
klímaváltozás ma már mindennapi életünk része. Azt gondolom, nem kell idősnek lenni, hogy tudjuk, hogy valami olyan történik környezetünkben, ami visszafordíthatatlan. Elég csak körülnézünk. Elég csak megtapasztalnunk azt, ami idén nyáron, tavasszal történt, és látni azt, hogy hogyan megy tönkre környezetünk. Nagyon kevesen vannak ma már, akik kételkednek a klímaváltozásban, de többen vannak azok, akik nem hiszik el, hogy ezt mi tudjuk okozni. Valójában a légkör, amelyet megváltoztattunk, hosszú időre visszafordíthatatlanul, az nem sokkal nagyobb, mint a bioszféra, az élővilág, amelyben szemmel látható károkat okoztunk. A fenntarthatóság nem azt jelenti, hogy elég egy kis kényelmetlenséget vállalunk. Elég lemondani néhány dologról, és egy kicsit változtatni az életünket. A fenntarthatóság ennél sokkal többet jelent. Nem kergethetünk hamis illúziókat. Gyökeresen meg kell változtatnunk életünket, szokásainkat azért, hogy a bolygónkat meg tudjuk menteni. És mindannyiunknak van ebben felelőssége. Nem várhatunk arra, hogy ezek a kérdések maguktól megoldódjanak, vagy olyan látszatcselekvéssel, amelyek nem vezetnek sehova. Nem elég az, hogyha elektromos autóra váltunk, és semmi másról nem mondunk le, hogy akkor megmentettük a bolygót. Korán sem. Gondolkodjunk. Legyünk nyitottak a világgal szemben. Figyeljünk azokra, akik a tudomány szavát képviselik. Próbáljuk mindennapi életünkbe befolyásolni környezetünket. Hassunk azokra, akikre megtehetünk. Próbáljuk elérni, hogy az ember a rendelkezésére álló, talán néhány évtizedben tudjon változtatni. Én megértem azokat a fiatalokat, akik bizonytalanok a jövőt illetően, akik szoronganak. Akik úgy tekintenek környezetükre, hogy abban nekik már nincs remény. Próbálják megérteni azt, hogy az ember rendelkezik azokkal az eszközökkel, amelyekkel ezen a helyzeten változtatható. De ehhez nem elég megszokott életünkhöz ragaszkodni. Gyökeres változásra van szükség. Kötelességünk megakadályozni azt, hogy további károkat okozzunk a természetnek és bolygónknak. Már csak azért is, mert ez az egyetlen bolygó, ahol tudomásunk szerint az emberi élet lehetséges. Senki nem akar ilyen kietlen környezetben, elpusztult világban, vagy akár egy másik bolygón élni. Olyan bolygón, ahol nincsenek meg az élet alapvető feltételei. Nekünk erre az egy bolygóra kellene vigyáznunk, nincs másik bolygó. Az egyes embernek is meg kell tenni mindent, hogy ezt a pusztítást, ezt a változást megakadályozza. Hogy élhető maradjon a Föld. Ez óriási felelősség. Nem várhatunk ezzel tovább. A 24. órában vagyunk abban, hogy tegyünk valamit. Nincs másik bolygónk, és nincs B-terv. Nincs időnk. Nem hibázhatunk. Csörgünk a balcsiban, középszar, a középzet, a harmadik, másnapok, a besárgult növények, keressük az okot rán, hogy lehetne kicsit jobb, bárminek örülnénk, de mindenünk elfogyott, közben a lombokat befestjük. A nap lemente, mondanád ki, de addigra rád zuhant, mert kint az est, a perceket vagdosom, centiről, centire, szeretlek, visszavon, bocsánat. De nem ide, persze, hogy látta már, annyit ír, hogy jól van. Ok, zavaromban írok még pár kellemetlen mondatot. Tesocskám, szerintem okos lenne kimenni. Didergünk, de jól esik a hideg vízben pihenni. Lilák az ajkaink, tiszta lánc a bőröd is. Hogyan lett, merint ősz, és a nyár hová lett? Időzünk, az időt eltűnt.